A Fitch Ratings olyan minősítést adott Magyarországnak, amely felminősített bennünket, a hosszú lejáratú adósságokat, tehát a magyar gazdasági kedvező visszajelzést kapott. Azt tudom mondani önöknek, hogy a múlt heti Standard & Poor's minősítéssel együtt két egymást követő olyan felminősítés van, amely elismerése a magyar emberek munkájának, a magyar vállalkozások tevékenységének és a helyes gazdaságpolitikának. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr még 2011-ben, amikor az ezzel ellenkező irányú minősítések történtek, akkor úgy fogalmazott, idézem, hogy a leminősítéseket felminősítések fogják követni. Hát ez bekövetkezett, a magyar gazdaságpolitika be tudta bizonyítani, hogy olyan döntéseket hoztunk az elmúlt években, amelyek a magyar gazdaságot megerősítették, erősebbé vált a magyar gazdaság, jobban teljesít, és összességében ezek a kételkedő hitelminősítőket is meg tudták győzni arról, hogy érdemes Magyarországnak kedvezőbb besorolást adni.